Olá Mária és édesanyja is aláírta a petíciót. A diák stábunknak elmondta, hogy jelenleg szünet van az egyetemen. De ha elindul a tanítás, akkor nem tudja, hogyan fog eljutni Magyarországra. Nem Szegedre járok egyetemre, de Pécsre, és ugye oda sincs közvetlen járat innen tőlünk, és ezért Szegedre fel kell utaznom azért, hogy Pécsre eljuthassak, és ezért nekem is fontos volt ez a szegedi járat. Kishegyes, valamint Topolya községből főként diákok és dolgozók utaztak Szegedre. A megszűnt buszjárat visszaállításáért többen a kishegyesi önkormányzathoz fordultak. Az önkormányzat a kezdeményezésére végül a Szóbeszéd helyi lap egy petíciógyűjtés mellett döntött. Mikor elkezdődött a petíciógyűjtés, akkor nagyon gyorsan csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez a kishegyesi helyi közösség, a Bárcsfekete-hegyi helyi közösség, majd mivel Topolya községben is többen érintettek, ezért Topolya község is csatlakozott, így már két községben gyűjtötték az aláírásokat. A petíció csütörtök reggel Pásztor István is aláírta Topolyán. A VMS elnök szerint mindenki érdeke, hogy normális életkörülmények legyenek. Ennek része pedig az, hogy az ember kiszámítható módon el tudjon jutni A pontból a B pontba. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy azok, akik Szegeden tanulnak, vagy Szegeden dolgoznak, azok folyamatosan haza tudjanak járni, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a hazajárás előbb-utóbb azt eredményez, hogy vissza is tudjanak ide jönni. Ennek pedig azt gondolom, hogy mindenféleképpen föltétele az, hogy normálisan lehessen ebben a közegben élni, mozogni, közlekedni. Az aláírásgyűjtés lezárása után tárgyalások következhetnek a helyi utasszállító közvállalatok illetékeseivel a közös megoldás érdekében, mondta Kislinder Gábor, Topolya polgármestere. Külön öröm számomra az, hogy a VMS elnöke is csatlakozott ez a úgymond kezdeményezéshez, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt megoldás legyen. Elnök úr, hogy említette, van több megoldás, több fajta megoldás. Nekünk bármelyik megoldás jót tesz, ami úgymond kompromisszként a fuvarozót is és a polgárokat kielégíti, mi ebben rendben vagyunk. Ha ez egy járat hét elején és hét végén a diákok véget, akkor az is már jobb megoldás, mint ami ma van. A petíció aláírására még pénteken van lehetőség a kishegyesi és a topolyai helyi közösségek épületében.